Jó estét kívánok mindenkinek, ez itt a Semleges Térfél. Sziasztok, hello, sziasztok! Most kivételesen, vagyis nem is kivételesen, a szurkolói adásra jelentkezünk. Ugye most csütörtökön volt egy különleges edzői kiadásunk, ahol edzők végre egy helyen megszólaltak és elmondták a saját véleményüket különböző témákban. Ennek nagyon-nagyon örülünk, na de ezeket fogjuk majd átbeszélni majd a jelenlegi résztvevőkkel. Itt van velünk egyrészt Emődi Zoltán, az amigéleké.hu és hát elvileg még Diózsi a szurkoló. Aztán Kolárik József, a cégközé.hu szerkesztője, aki természetesen Ferenc Város. Aztán itt van Borse Gábor, a Lilafehér újpesti. Juhász Kristóf, aki Vasas szurkoló. Sziasztok, hajrá Vasas, ne téveszem meg senkit az áruhám. Ja. És itt van velünk Csibu, aki pedig a Diózs, Debrecen szurkoló. Sziasztok! Csúnya volt! Sziasztok, hajrá Loki! Na, bocsánat a tévedésért. Szóval Csibu, kicsit beszéljük akkor át ezt az edzői dolgot, szerintem mindenki látta, és igazából én nagyon örülök neki, hogy végre egy helyen összegyűlt néhány edző. Reméljük, hogy ennek az edzői dolognak lesz egy folytatása, de most először mondjátok el a véleményeteket, hogy ez mennyire érdekelt titeket, és hogy mennyire tartjátok fontosnak. Kristóf, te vagy a képemben, úgyhogy kezdjük akkor veled. Egyrészt ugye borzasztó tartalmas volt, tehát egy és három-négy óra alatt igazából lökték rendesen az infót. Nagyon sok olyan érdekes dolgot is ugye meg lehetett tudni, amit talán eddig még sehol nem lehetett ugye hallani. Például ez a hospitálos rész ugye a német edzőknek, ami volt. De ami talán egy ilyen érdekességetként megjegyeznék, hogy ugye maga a vitapontja az ott csúcsosodott ki, hogy a Klink Zoltánnak volt egy álláspontja, az egy meglehetősen ilyen pozitív, karakteres nézőpont volt, még mondjuk szerintem a Ferenci Attila ehhez képest marha negatívan állt hozzá a dologhoz, és itt jegyezném meg, hogy ugye itt belecsúszott szerintem abba a dologba is, hogy kvázi elkezdett személyeskedni, amikor közben meg szóvá tette, hogy az ő ekézésére szól ebbe a face-to-face blogba, ami ugye az egésznek végül is szerintem a félig meddig alapjául szolgált, ebbe a face-to-face csoportban, ami az interneten van, az az edzős fórum, ugye, hogy kvázi az ő ekézéséből zajlik minden, de ugyanakkor szerintem ő is folyamatosan ugye a rossz példák, kon keresztül szerintem félig meddig belecsúszott ebbe a személyeskedéses dologba. Itt például azt mondanám, hogy amikor ugye kiemelt, azt mondja, hogy Mésző, Kálmán és Dunai 2 Antal miért nem megy el az ifjúság mondjuk a korosztályos csapatokkal foglalkozni, akkor azért azt meg kéne jegyezni például, hogy mind a kettő 100 éves. Tehát nem tudom, hogy ezek miért voltak ezek a példák így részéről. A másik fele, hogy viszont ez a tálalásban sem nyújtott úgy szerintem jót, abból a szempontból, hogy lehet úgy is tálalni valamit, hogy nézzétek, srácok, én ezt csinálom, szerintem ez jó, így kéne működnie, vagy pedig, hát ezek faszopók, nem értenek semmihez. és szerintem például Kling Zoli ebbe volt szerintem más, hogy ő azt mondta, hogy én, ha látok egy rossz edzésgyakorlatot, nem azon gondolkozok, hogy megmondjam az edzőnek, te hülye vagy, bazd meg, hanem az, hogy én ezt jobban csinálnám, szerintem így. És szerintem itt csúcsosodott ki ennek az egész vitának a miértje. Ettől függetlenül persze azért szerintem csomó olyan jó dolgot is lehetett hallani, amit ugye tehát belsős, vagy az MLS közelében sem lévő ember a sose tudhatna meg. Vagy pedig, hogyha azt mondom, hogy aki nem szakmabeli, ez biztos, hogy nem hallhatna olyan dolgokat, mint például, amiket megemlítenek, mondom, akár ez a német edzőképzésnek. Mondjuk az másik fele, hogy amikor szóvá tette az egyik szurkoló, ez már teljesen külön dolog, hogy szóvá tette az egyik szurkoló, hogy miért nem az MLS szervezi ezt, és Kling Zoli így hátradőlt és nevetett, az elég beszédes volt. Az volt szerintem az egyik ilyen nagyon mókás dolog. Na mindegy, nagyjából így ennyit mondanék. Akkor Kristóf, összességében akkor neked, mint szurkolónak nagyon hasznos volt. Abszolút. Hát igazából mondom, tehát ezek azok az információk, amiket nem tudom, valahogy a Pulsanyitól meg a Várhíditől nem nagyon hallok a Sport Egyen. Tehát valahogy ilyen dolgokról nincsen szó, viszont jó múltkorjában kapcsolgattam valahol a tévét, és az egyik mondjuk BL meccs kapcsán a nagyon felkészült csapatmondatot az egyik tévén elkezdték, mondjuk az M4-en, és a Sport Egyen meg befejezték ugyanezt a mondatot. Hát, hogy ennyire közhelyessé jutottunk. Hát ez a műsor abszolút nem volt közhelyes. De viszont Csibu. Nagyon vitaindító. Csibu? Nagyon érdekesnek találtam az egész műsort, és nagyon hiánypótlónak. Talán ez az 1 óra 45 perc, ez már túlment azon a bizonyos határon, amit még
még be lehet fogadni, és amíg kellően pozitív gondolatokat ad az embernek. Én örültem, hogy létrejött. Igazából nem emelnék külön semmit. Nyilván nagyon sokféleképpen látjuk, mi szurkolók is, de nyilván gondolom az edzők is másféleképpen látják azt, hogy mi adott esetben a helyes út, a megoldás, akár most itt elindulhatunk mondjuk a Loki irányába is, hogy teljesen máshogy látja mondjuk egy külföldi edző, mint egy helyi edző az adott szituációban, hogy mi lenne a helyes döntés, és máshogy látják a szurkolók, vannak, akik azt gondolják, hogy itt hibázott, vannak, akik azt gondolják, hogy amott hibázott, és nagyon nehéz ebben nem szubjektív, hanem sokkal inkább objektív döntést hozni. Kellenek az ilyen beszélgetések, hogy objektívebben és több szempontból is megvizsgálhassunk egy-egy eseményt szerintem. Gábor? Gábor? Hát Gáborunk eltűnt. Akkor folytassuk Emődi Zolival, te elég aktívan részt vettél egyébként ebben a dologban. Eltűnt az Zoli hangja is. Zoli hangja is eltűnt. Most hallotok engem? Hallunk Gábor, na akkor várjuk a te véleményedet. Én nekem nagyon egyszerű lesz a véleményem, én ezt a műsort nem tudtam megnézni. Én inkább összességében mondanék példát arra, hogy mennyire fontos az edzőknek a párbeszéde. Én nekem futszál szakképzettségem van, és egyszer pár évvel ezelőtt volt egy edzői konferencia, amire meghívtak egy spanyol futszál edzőt, aki egyébként világbajnok játékos volt, és aztán azt hiszem ő volt az első spanyol világbajnok, nem, azt hiszem később világbajnokságot nyert a spanyolokkal futszálban, mint szövetségi kapitány is, Lozano. Most ő eljött Magyarországra, és egy teljesen új kultúrát, egy teljesen új szemléletet, szempontokat hozott be a magyarok közé. Ha más nem, hogy más nem mondjak, csak annyival, hogy ez az ember leszállt a repülőgépről öltön nyakkendőbe, bejött, azt hiszem, a Hotel stadionba voltunk, bejött a stadionszállóba, és a magyar edzők ott várták Hawaii-ingbe, meg rövid gatyaszba, flip-flop papucsba, és ez a pali, ez meg megérkezett nyakkendőbe. Én ezzel az ügyhöz való hozzáállást akartam csak érzékeltetni. Akkor Zoli, a vitában te elég aktívan részt vettél kérdésekkel és hozzászólásokkal is a live chatben. Igen, most hallotok? Igen, hallunk. Igen. Visszakapcsoltam a mikrofont, így ezért könnyebb, ugye? Szóval, azon gondolkodtam a műsor közben, hogy milyen protekció kéne ahhoz, hogy beolvasd az összes kérdésemet, de mindegy, majd megkapom írásba a választ, úgy dönt, azt az információt kaptam. Egyébként a műsor szerintem nagyon jó volt, szerintem 5-6 órán keresztül tudtak volna beszélni erről a témáról, megállás nélkül. A nézőket az már kicsit fárasztotta volna. És jó lenne ezt kiterjeszteni, még több edzőt bevonni, mert szerintem ez a közös gondolkodás lenne az előrevívője a magyar focinak. Tehát inkább hogyan oldjuk meg a problémákat közösen, tehát ez a szemlélet lenne a jó, és szerintem ez egy ilyen műsor ebbe az irányba visz, úgyhogy én várom a következő adást. Ennyit tudok erről mondani. Hát reméljük, hogy minél előbb összetudjuk szervezni, és ugye aki esetleg nem tudná, az most egy belső információt elárulok, hogy Józsi volt az, aki igazából a technikai hátteret intézte, tehát ő volt a műsornak a technikusa, de végig ugye a háttérben működött. Te hogyan élted meg ezt az egészet, azt az 1 óra 45 percet? Hát egy kicsit meg kell védenem a Ferenci Attilát, mert körülbelül egy ilyen 20 éves szélmarom harc után azért nem hiszem, hogy a higgadságot magára tudná erőltetni, és őt nagyon zavarja az, hogy amiről ő beszél, azt most Stork milliókért mondja meg. Tehát átvették a fogalomrendszerét, átvették a stílus fogalmát anélkül, hogy megemlítették volna Attilát, aki ezt az egészet visszahozta a köztudatba. Tehát ebből a szempontból meg kell értem, igen, egy kicsit nyugodtabbnak kéne neki is lennie, de én abszolút megértem őt. Tehát nem tudom, hogy ki fog még vállalkozni, első vonalas edzők nem nagyon akarnak
nyilatkozni, mindannyian féltik az állásukat, és nekem az volt a beszédes, amikor a Kling Zolinak föltetted a kérdést, Dávid, és azt mondta, hogy na, csak rárakod a nyakamra a kötelet. De nagyon sok tényleg új információt tudhatott meg a szurkoló, és reméljük, hogy lesz folytatás. Valóban az 1 óra 45 perc egy kicsit soknak tűnik, de annyira belerendültünk, hogy tehát maguk a részvevők annyira belerendültek, hogy nem volt szívünk megszakítani egy olyan logot, ami még eddig soha nem jött össze. Úgyhogy rajtunk nem fog múlni. Igazából nagyon örültünk, hogy végre párbeszéd van az edzők között. És ez annyira belevitt minket is, műsorkészítőket is, ez az egész hív, és annyira örültünk neki, hogy végre értelmes vita van, nem csak a másiknak a cinkelése, meg az volt a legjobb, amikor vélemény különbség volt, és akkor mindenki elmondhatta a saját véleményét. Szóval ennek annyira örültünk, hogy végre van egy ilyen, hogy ezért húzódott ilyen hosszúra. Nyilván szeretnénk ezt majd kicsit rövidebbre összehúzni, meg változtatni a személyeken, amint lehet, megszervezik a következő lehetőséget, és akkor reméljük, hogy ott is be tudtok csatlakozni. Oké. Okay. Jó. Aztán Józsinak van egy nagyon érdekes története, van egy, még az Európa-bajnokságon történt egy elég szomorú eset Bánó Attilával. Józsi, át is adnám a szót, te jobban tudod, hogy mi történt, de szerintem most lesz az, hogy mindenki kiakad-e azon, amit hallani fogunk. Hát tudni kell, hogy ő egy Spanyolországban élő magyar futballszurkoló, aki most már 20 éve él Spanyolországban, a legutolsó információm szerint Valenciában, a helyi Juan Carlos Egyetemen a testépítést óraadó tanárként oktatja. Úgy gondolta, hogy 20 év után a magyar szurkolókkal visszatér, vagy visszatér Magyarországra, és velük megteszi az utat a franciaországi EB-re, ahol hát ugye kisportolt testalkata és régi tetoválásai, ami egy huligán felirat és ősi magyar jelképek. Ezt az angol sajtó úgy értelmezte, hogy egy fasiszta megnyilvánulás, amikor ugye több száz magyar félmeztelenül biztatta a csapatot. Tehát itt megjelentek az angol újságokban olyan cikkek, hogy hát fasiszta, neonáci és a többi baromságok. Ez az angol meccs másnapján volt, és valahogy el kellett kendőzni az angoloknak a szokásos primitívségét, amit európai emberhez méltatlanul vittek véghez Franciaország utcáin, és úgy gondolták, hogy egy kis ország futballszurkolójának leverik ezt az egészet, és Attila elégtételt akart venni ügyvédei útján, ugye megkereste ezeket az újságokat, hogy ezt a képet önmagáról levegye, hiszen most már károk is érik, nem nagyon akarnak neki munkát adni Spanyolországban, ahol életvitelszerűen él családjával, tehát nem egy bűnöző emberről van szó. És nem történt semmi, az EB után adta be ezt a keresetet, szinte választ sem kapott, majd egyszer csak kapott egy levelet az angoloktól, hogy az újságírók perelik őt 70 ezer euróra, hogy valótlanságokat állít. Ezen olyan szinten kiakadtam, én ezt a mai nap folyamán érzékeltem a Facebookon, hogy egyszerűen nem térek magamhoz, hogy ilyen előfordulhat. Persze ugye tudjuk, milyen országban élünk, de hát ez Európára kivetítve pont rossz fényt vet ránk megint, és megint nem mi keveredtünk bajba. Tehát ő neki a rendőrséggel nem volt semmilyen ügye idáig. Egyszerűen nem értem, hogy nem értem, hogy honnan kaparták elő ezt a dolgot, és nem kérte a segítségünket, hanem én szeretnék neki segítséget nyújtani. Csányi Sándor is felajánlotta a segítségét, aztán ki tudja, hogy mi lesz belőle. Itt a videó link alatt található egy link, aki esetleg akár 1 euróval is szeretné segíteni az Attilának a harcát a saját igazáért. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy megérdemelné a segítséget ő is, hiszen ez bármelyikünkkel előfordulhat, hogy készítenek róla egy képet, és lenácizzák, és nem tud ellene tenni semmit. Tehát ennyit tudunk a történetről, én az Attilával fölvettem a kapcsolatot, aki riportot fog adni a Dávidnak. Egyszer a Szombati Pali is készített már vele egy interjút a Digisporton. Egyszerűen nem találok szavakat erre. Tehát nem is készültem erre, mert a Dávid alátámaszthatja a szavaimat, hogy egy fél órával ezelőtt beszéltük meg, hogy egyáltalán szót ejtünk erről a dologról, de hát szurkolói műsor, ez nem mehet el enélkül, emellett szó nélkül, úgyhogy visszaadom a szót, nem tudok ehhez többet hozzátenni. Igazából, tehát szomorú, ha egyáltalán ilyen megtörténhet.
Tehát semmi komoly bizonyíték nincs erre, hogy ez valóban történt volna valami. Azért, mert valaki mondjuk félmeztelenül szurkol, és van rajta mondjuk egy tetoválás, akármilyen tetoválás van rajta, attól mi nem lesz valaki fasiszta, vagy nem, de ha valaki már félmeztelenül szurkol, akkor már náci, meg rögtön terrorista, ezek a szokásos ugye, szavak, amiket már mindenki ismer szerintem Magyarországon, és ez katasztrófa. Úgyhogy az Attilával mindenképpen fogok csinálni egy gólterápia interjút, ahol majd részletesen kifejti a történeteket, de így röviden hallva is finoman szól a kiakasztó ez a helyzet, és ha ez tényleg megtörténik, hogy megbüntetik 70 ezer euróra, azért, mert szurkolt egy Európa-bajnokságban egy mérkőzésen a magyaroknak, és történetesen egy magyar címer van a mellkasára tetoválva, hát akkor szerintem ez a nácizmus és fasizmus, nem az, amit ő követett el. Jó, Csibó, akkor tiéd a szó. Köszönöm szépen. Annyi jutott eszembe ezzel az egésszel kapcsolatban, előzetesen olvastam én is ezt a történetet, és nem is konkrétan erre az egy példára mennék rá, hanem arra, hogy továbbra is olyan tendenciákat láthatunk mind Magyarországon, mind Európában, amelyek előítélettel kezelik azokat a személyeket, akik sportrajongók. Direkt nem futballrajongókat mondtam, hanem sportrajongókat. Legyen az bármilyen sportesemény, hogyha arra valaki kilátogat, és próbálja beleélni magát a helyzetben, nagyon sok esetben negatív diszkrimináció éri, és ez valahol azért a sportot is roncsolja, én úgy gondolom. Egy másik példa, debreceni példa, szintén Európa-bajnokság, fogtak egy debreceni srácot, aki együtt szurkolt az Ultrákkal, mert hasonlóan nézett ki egy másikhoz, aki balhét csinált, az is szintén egyébként magyar személy volt, és majdnem, hogy fél éven keresztül Franciaországban börtönben ült, ma már itthon van Magyarországon, beszélgettünk róla is decemberben, amikor az Ultrákkal készítettünk egy ilyen kis beszélgetős cikket. Érdemes lehet akár őt is megkeresni egyébként, akár rajtunk keresztül egy ilyen beszélgetésre, mert nagyon durva az, hogy valakit, akinek semmi köze egy bizonyos cselekedethez, fognak a francia hatóságok, és hónapokon keresztül bebörtönzik, gyakorlatilag kisemmizik lelkileg, kisemmizik pénzügyileg, és utána meg jöjjön haza, és próbálja ezzel együtt élni. Egyébként nagyon nagy respektem az illetőnek, mert továbbra is jár a mérkőzésekre, és nem veszítette el a hitét, sőt, talán még erősebb az az eszme, amit a foci által átél, és amit a focinak ő ad, vagy amit a focitól ő kap. Gábor, ezzel kapcsolatban mi a véleményed? Hát... borzasztó. Nem mondhatok nagyjából mindent, én ugye hozzáfűzni egy kicsit, lehet, hogy szagyatokra megyek ezzel a véleményemmel. Józsa mondta az előbb, hogy én át. Na, tessék? Nem, az a baj, nem hallunk, Gábor, nagyon rossz a vonal. Nagyon rossz a vonalunk, igen, Gáborral kapcsolatban. Kristóf, neked nagyon karakán véleményed szokott lenni nagyon sok témában. Hát biztos, hogy benne most is szép szavak fognak elhangozni, úgyhogy kíváncsi vagyok. Nem, az azért nem erről szól teljesen, de két kérdésem mindenképpen lenne. Az egyik, hogy az a számla, ahogy ugye lehet utalni a srácnak, az deviza számla, tehát ez lenne az egyik. Tehát az csak eurós? Igen. Uh-huh. Jó. Hát ezt azért jó tudni például, főleg, hogyha valakinek mondjuk csak forintja van jelenleg. A másik fele pedig az, hogy azt a srácot, akit végül is lesitteltek ugye Franciaországban, ő ellene mi volt egyáltalán a vád, vagy mi volt a bizonyíték, vagy bármi? Hát azt hiszem, ezek, bocsáss meg Dávid, ha esetleg közbe vágtam, ezeknek most már, ezek tükrében mindenféleképpen utána fogunk járni. Tehát... ha már egyszer szurkolói műsor vagyunk, úgyhogy... Igen, ezt biztos, ő tudná elmesélni leginkább, és ő tudna beszámolni arról, hogy mi is történt pontosan. Én nem is akarok ebbe belemenni, mert nem akarok valótlant állítani, de gyakorlatilag történt egy incidens, egy illetővel is ugyanúgy nézett ki ő is, és őt kiemelték a tömegből, bevitték a fogdába, és ahogy elmesélték, gyakorlatilag nem is volt tárgyalás. A tárgyalást úgy kell elképzelni, hogy valamilyen mobil eszközt, vagy számítógépes eszközt vittek be a cellájába, ott azon, mint ahogy most ti is láttok minket beszélgetni, vagy most mi egymást látjuk beszélgetni, megjelent egy bíró, és akkor a bíró az gyakorlatilag mondott egy ítéletet, és azt mondta, hogy akkor 6 hónap börtönbüntetés, és itt Franciaországban kell letölteni, próbáltak mindent, talán egyébként 3 hónap után hazaengedték, mert utána meg rájöttek, hogy mégsem ő az, de semmiféle kompenzációt nem kapott, vagy bármi egyebet, és gyakorlatilag csak azért
élte túl a börtönt, hogy így fogalmazzak, mert hogyha jól tudom, akkor nem, tehát fehér emberekkel került egy helyre, illetve mivel ott nagyon-nagyon sokat számít a pénz, és abból volt neki rendelkezésére állt. Így a 3 hónap alatt azt ő át tudta élni, de mondom, inkább vele kellene ezt megbeszélni, mert én most csak így utólag mesélem a dolgot, de nagyon durva már csak ezt így végig gondolni is. Zoli, a te véleményed ezzel a témával kapcsolatban? Hát az enyém az az ugye, hogy ez bárkivel előfordulhat, tehát azért jó ebbe így belegondolni, hogy bármikor elmész egy meccsre, mondjuk Európába is veled is ez előfordulhat. Jó erre is felkészülni valamilyen szinten, a másik meg ez tipikus ilyen terrorista gyár, mint ahogy ugye a nagyhatalmak elvisznek, bezárnak, aztán kiengednek valamit, és akkor majd meglepődnek, hogy terrorista lesz belőled. Ez ugyanaz, most elmész meccsre, bezárnak, és akkor meglepődnek majd, hogy huligán lesz belőled. Tehát ez olyan pont, hogy fordítva működik ez a dolog, de mindegy. Hát ez is azt mutatja, hogy a srác is ugyebár sokkal ugyanúgy jár meccsekre, sokkal többet kap a meccsektől ezután az ítélet után, tehát ez így fog majd működni. Hát reméljük, hogy így fog működni, de akkor térjünk át a magyar bajnokság 23. fordulójára. Azért történtek meglepetések, történtek várható dolgok is, de hát akkor nézzük szerintem az egyik legnagyobb meglepetést, az, hogy az MTK 1-0-ra legyőzte a Vasast. Kristóf, van-e aggódnivalód, vagy igazából az ősz abszolút rendben volt a Vasasnál, most a tavasz az egyre nem úgy néz ki, hogy minden oké lenne. Aggódnivalóm az maximum az agyérgörcs miatt lesz szerintem lassan. Tehát nézzétek, nagyon-nagyon sokat fordult azért a világnak a tengelye, így az utóbbi egy évben, mert ha megnézzük, ugye most Zsinórban 3-szor megvertük az MTK-t, de nekünk minden adott esetben igazából az a 3 pont ugye azért volt fontos, mert ugye idén is azért még őszelején azért nem lehetett biztosra venni, hogy nem lesznek megint kiesési gondjaink tavaly, meg az utolsó mérkőzésen. Csak a győzelem volt elfogadható, tehát mindenképpen a kiesés elől menekültünk. Most viszont az MTK-val van ugyanez, és én azt mondom, hogy szerintem ezen a mérkőzésen a kis csapatokra jellemző erényeket mutatták magukról, tehát eleve pontrugásból szereztek ugye gólt. Az másik fele, hogy azért az elején még viszonylag több támadást vittek végig, utána viszont, hogy megvolt az 1-0-ás előnyük, már csak a kontrajátékra helyezkedtek be. Tehát már ott onnantól kezdve saját térfélen való védekezés, kontrázás esetleg, hogy amennyit ki lehet belőle. Mondjuk azt hozzátéve, hogy nagyon-nagyon rutinosan hozták le ezeket a részeket, tehát mit tudom én, mondjuk ha látták már, hogy nem lesz semmi, akkor is a végtelenségig tartották mondjuk meg a labdát egy szöglet zászló környékén, vagy ilyenek. Az más kérdés, hogy szerintem a Vasas az teljesen erénytelenül birtokolta a labdát az ellenfél térfelén, igazából semmilyen komoly kombinációval nem tudtunk mögéjük kerülni, vagy nem tudom, áttörni rajtuk. Egyetlen nagyon nagy hibát vélnék felfedezni viszont az egészben, az pedig az volt, hogy ugye az átlövésekkel olyannal egyáltalán nem próbáltunk. Mivel hogy ugye nem tudtunk végigvinni támadásokat úgy, hogy a csatárok közvetlenül mehessenek akár zicser helyzetben a kapusra, mögéjük kerülni se nagyon tudtunk, illetve hát, ha volt esetleg ilyen szélen végigvitt támadás, akkor a beadás volt pontatlan, úgyhogy onnantól kezdve pedig olyan, hogy visszatett labdából átlövést elérni, főleg amikor ott van egy ilyen Berets szintű játékos, aki azért elég nagyot rúg, meg elég jó lövőere van, és ezzel sem próbálkozunk meg, azt szerintem egy marha nagy előnyt adtunk fel az MTK-nak az ügybe, hogy megnyerjék ezt a mérkőzést. De akkor úgy érzed, hogy játékép alapján jogos volt az MTK győzelme? Hát nem sok különbség van a két csapat között, mint ahogy a magyar bajnokságban nem sok különbség van egyáltalán a csapatok között sem, még ha esetleg nagyobb anyagi háttérrel is rendelkeznek, mint a másikak. Megmondom őszintén, az, hogy mennyi volt a befejezett helyzetek száma, az abszolút azt mondaná velem, hogy az MTK végül is jogosan nyerte meg ezt a meccset, mert szerintem ha 5 kaput eltaláló lövésünk volt, akkor én már nagyon sokat mondok. De egyébként az összefoglalóban is körülbelül ilyen arányban szerepelnek a dolgok, úgyhogy az másik fele, hogy volt azért az MTK-nak mondjuk ugye egy zicsere, amit ugye a Nagy Geri az kitolt, tehát a ukrán csatáruk tölt 1-1-be a kapura, az már szerintem azért volt inkább, hogy lekontráztak minket, és marha magasan védekeztünk, nem értek ugye vissza a védők a labdavonala mögé, tehát ott az egy marha nagy kapus bravúr volt, illetve hát szerintem elügyetlenkedte az ukrán gyerek, mert nagyon sok lehetőség, tehát minden lehetőség adott volt annak az zicsernek az értékesítésére, a másik meg ugye a hangyán, volt egy, hogy hívják, majd szinte gól, az ötösön belül egy olyan mentése, hogy már jött a keresztbe tett labda, és
szó szerint már elszállt a kapus fölött, tehát üres kapuba hullott volna a labda egyébként. Hozzáteszem, hogy ugye most Hangya bekerült végül is a válogatottnak a bőkeretébe, és ezen a meccs alapján is egyébként nem érdemtelenül. Tehát marha sokat tett azért, hogy megmentsük, ami menthető. Tehát ő nagyon jól játszott például ezen a meccsen, akárcsak a Szivacski Donát, bár ő előrefele szerintem abszolút nem volt így. Nem is tudom, hát érdemes játékos. Hátul rengeteg mentése volt, becsúszó szerelések, ilyesmi. Gyors is volt, meg labdabiztos, de mondom, azon az oldalon, például az ő oldalán nagyon-nagyon pontatlan volt az előre fele játékunk. Egy gyors kérdésem lehet hozzád? Persze. Az lenne, hogy ha muszáj lenne választanod, mit mondanál, azért kaptatok ki, mert jobb volt az MTK, azért, mert nem a legmegfelelőbb edzői döntések születtek, vagy azért, mert a játékosok teljesítménye gyenge volt? Nem, ez csapatjátéknak szerintem az összképe volt az, hogy nem vittünk végig támadásokat. Tehát az, hogy pont ez az Attila szokta mondani, hogy eljutottunk a futballba a kipasszolós futballig. Hogy van ugye a kicselezős foci, meg a kipasszolós foci. És sajnos a Vasas az ott tartott, hogy csak a kipasszolás, és az adott szituációkban nem tudtunk egy cselt véghez. Tehát nem egyik játékosunk sem tudott megnyerni mondjuk csellel egy pár harcot. És ezzel nem tudtunk ugye előnyt szerezni, a kipasszolgatásra meg mindig odaért még egy MTK játékos. Úgyhogy én azt mondom, hogy ez a saját összjátékunknak szerintem a gyengesége volt, hogy nem tudtunk még egy gólig se eljutni. Igazából, tehát mondjuk legalább egy döntetlennek benne kellett volna lenni a pakliban, szerintem. És pont ez a baj, hogy ezért nem volt az, mert egyszerűen semmilyen módon itt nem kerültünk helyzetbe, az meg a másik fele mondom, amit viszont hiányoltam a játékunkból, hogy egyszer se próbálkoztunk mondjuk egy visszatett labdát rálőni, az meg szerintem már csak... Nem tudom, az egy nagyon nagy hibás döntés volt, hogy erre egyáltalán nem próbáltak rájátszani. Józsi? Nem elfogadod egyébként a válaszomat. Ilyen nagyon parlamenti volt. Ja. Igen, tényleg olyan lett. Mert igazából viszont... egyik kérdésre se válaszoltam, ha belegondolsz, mert ez egy alternatíva volt, de... Viszont válasz illetve kimben a lukit. Beszélni róla. Beszélj. Na nekem az a véleményem, hogy emlékeztek, a bajnokság elején írtam azt, vagy amikor kezdtünk, hogy a Vasasnak nem lesznek kiesési gondjai. Tehát én megmondom őszintén, én gondoltam, hogy ide el fog jutni a Vasas, hogy megelégedtek ezzel, ami most van. Megelégedtek azzal, hogy bennmaradtak. Most lehet, hogy kicsit csúnyán fogalmazok, és szerintem már a jövő évre készülnek, hogy megvan a biztos bajnoki részvétel. Aztán Dávidnak is adott egy interjút a Vancsa, amiben említett valamit, amit most nem mondok el, mert nem lenne túl etikus. Mondanék rá valamit, Józsi. Mondanék egy nótát, hogy mi akkor is bajnokok leszünk, ha egy egész világ szurkol ellenünk. És akkor ebben mindenki most gondoljon arra, amire akar. Nem megbántani akartak, tudod, nagyon jó. Nem arra, én meg másra gondoltam, szerintem akkor lehet, hogy nem szerintem rájött, hogy mire céloztam. Értjük egymást, azért nem akarunk perelni. Nem szemét, tehát nem elleded, hanem... Világos. Tehát én úgy gondolom, hogy sok... De nem érdekes szurkolói műsor, kimondom. Tehát sok érdekcsoportnak nem érdeke az, hogy a Vasas oda kerüljön a bajnoki tabella élére. Tehát ezzel most azt nem bántottam meg senkit, és kicsit alátámasztom az igazságot. A Gáborral is beszélgettünk a mai nap folyamán hasonló témában, tehát én egyre inkább veszítem el a hitemet a magyar bajnokság tisztaságát illetően. Most mondanék, hozzátennék egy ilyen érdekes dolgot például, hogy most itt volt ez a Honvéd Újpest meccs. Egyértelmű 11-es nem adtak meg. Pontosan, igen. Annak igen. Ellenére, hogy nyilván nekem is ez volt igazából a jó eredmény, tehát reménykedtem benne, hogy talán az Újpest most itt megszorongatja őket, de egyértelmű 11-es volt, amit nem kaptak meg. És akkor itt egy picit én is... Bocsánat, még annyit mondanék, hogy ugyanazt tapasztaltam a saját esetünkben is, mert volt egy Videóton elleni mérkőzésünk, ahol úgy szerzett gólt a Videóton, hogy bár végigtámadták azt a fél időt, de ugyanakkor egy olyan helyzet alakult ki, hogy egy kifele szabadrugásnak kellett volna jönnie azon a mérkőzésen, és mégis a bíró akkor ott befele ítélte a szabadrugást, amiből kiegyenlítettek. Szóval ezek a bírói tévedések valahogy nagyon-nagyon egy irányba mutatnak, és érdekes módon olyan csapatok ellen és olyan kontextusokban is megjelennek, ahol ugyan nem közvetlenül a megítélt csapat a kedvezményezett, hanem inkább a másik csapat, aki esetleg nem előnyös ítélethez jut,
az a mondjuk úgy hátráltatott. Vagy nem tudom, hogy ez így jó szó erre. Ezzel kapcsolatban egyébként a DVSC meccsén is volt egy nagyon-nagyon komoly ítélet ellenünk, ugyanilyen szituációban egyértelműen kézre pattant, és kézzel levette az ellenfél a 16-oson belül a labdát. Olyan egyértelműen, hogy tényleg 200 méterre is mindenki láthatta, hogy kézre pattan a labda. És van ott 10 méterre, meg 15 méterre 3-4 olyan személy, akinek csak ez a dolga, hogy ezt figyelje, hogy mi történik a mérkőzésen, és mégsem látja, míg a 200 méterrel arrébb ülők látják, még a paksi vendégszurkolók is látták a másik oldalról, hogy mi történt, mert már fogták a fejüket, hogy azért futod a bíró, mert 11-es ítél teljesen jogosan. Én nem feltétlen mondanám azt, hogy nagyon egyfelé mutatnak a szelek és a bírók. Én sokkal, és nem tudom, hogy melyik a jobb helyzet, én sokkal inkább azt érzem, hogy egyszerűen ennyire képes az MLS, és ennyire képesek a jelenlegi bírók, és ennyire képes a jelenlegi játékvezetői bizottság, meg a teljes nagy testület, nem tudnak egyszerűen jobban fújni, nem tudnak egyszerűen más csinálni. Nagyjából olyan érzésem van a spanyol bajnokságok során, amikor egyszerűen nincsen... Amelyik két... van, nincs eldöntve. Meg nem csak az, hogy eldöntve, hát folyamatosan minden meccsen van 5-6 olyan lényeges bírói rossz döntés, ami után megkérdőjeleződik, hogy van-e egyáltalán egyetlen egy élő olyan spanyol bíró, amely normálisan tud meccset vezetni. És ugyanezt érzem Magyarországon is, hogy itt volt most Pint Csaba, vagy ott volt, néztük a Fradi meccset utána, vagy bármely meccset, vagy a múlt hétről a Videóton meccsét, és nincsen olyan mérkőzés, ami után azt lehetne mondani, igen, most valamennyire normálisan vezette a bíró. Talán az előző heti Kassa is vezetés a DVSC Diósgyőr meccsen, de ott is voltak olyan fújások, amivel nagyon komolyan lehetne vitatkozni. Én azt gondolom, hogy az nem baj, hogyha vitatkozunk egy ítélettel. Józsi említette, hogy beszélgettünk, és hogyha már szóba került ez az Újpest-Honvéd meccs, akkor erre hadd térjek én is ki. Zsinórban a második meccs volt, amelyikre nem mentem ki, és körülbelül ezt vártam a meccstől egyébként. Azt tudtam, hogy mi hajtani fogunk, küzdeni fogunk. Gozóban az lett leírva nálunk, hogy egy kérdés van, hogy visszatérünk-e a haladás elleni játékformához, ami egy célfutball lesz, vagy pedig visszatérünk, ha Diarra visszatér a pályára, akkor a kombinatív játékhoz fogunk visszatérni. Ilyen nagyjából a kettő között valósult meg, amit a pályán láttam, de el kell mondanom, hogy úgy érzem, hogy a mérkőzés képe meg a helyzeteknek a száma alapján volna. És ennek ellenére ha hiszitek, hanem a 91. percben szerzett gólunknak persze örültem, mert mi más tudtam volna csinálni, de egy nagyon erős seb volt rajtam, és rendkívül ürességet éreztem, mert 1-0-ás honvéd vezetésnél azt a 11-est ezt meg kellett volna adni. Amikor az ember a bajnokság közben éppen főként a saját meccsére fókuszál, akkor nyilván nem kezdi el boncolgatni azt, hogy milyen mérkőzéseken, milyen játékvezetői ítéletek születnek, és azok hova mutatnak. De én azt gondolom, hogy pár hete beszélgetünk ezekről a dolgokról, visszanéztem egy csomó idei Újpest mérkőzésnek az összefoglalt egész meccset is megnéztem. Ha hiszitek, ha nem, a javunkra az idén egyetlen egyszer tévedtek eddig, a mostani meccset kivéve. Az összes többin úgy éreztem én is, azok az emberek is, akikkel megbeszéltük, hogy tendenciózusan az Újpest ellen fújnak. De ez a tegnapi, ez nagyon kilógott. Kristóf? Én csak egyetlen mondatot mondanék, még a bírókra visszatérve, hogy most kivételesen azt kell, hogy mondjam, hogy egyáltalán nem függött a bírótól az, hogy mi milyen eredményt értünk el tegnap. Tehát én megmondom őszintén most... Lehet, hogy volt talán egy vagy két hibája a bírónak, de igazából elég korrekt módon fújta vele a mérkőzést, úgyhogy közben szerintem akkor adott sárgákat, amikor mindenki más is érzékelte, hogy igen, ez most sárgás, ez most szabadrúgás, és így tovább. Tehát meglepően korrekt módon fújt például ezen a mérkőzésen. Nem is néztem, hogy kivezette, de mondom, meglepően korrekt módon fújt. Ennyit akartam. Zoli? A Kristófra először is azt mondanám, hogy a szerkesztőtársam rám írt, hogy Kristóf 1,5 milliónál jár eddig az MLS szerint, amit itt most elmondott, hogy ennyibe kerül.
A másik az, hogy a mögé kerülést hiányolta ugye a meccsen, nem csodálom, mert az két pontot ér a birkózásba, és akkor nyertek volna. Még meg akartam tőle kérdezni, hogy mi volt a beléptetésnél, mert olvastunk egy cikket, hogy van, aki a 37. percbe ért be a stadionba, és a Diózsör szurkóknak is volt már rossz tapasztalata az MTK beléptetéssel, de most azt hallottuk, hogy most nektek is meggyűlt a bajotok vele. Hát na, majd, hogy nem testüregekre kiterjedő motozás. De igazából ugye onnan kezdődött az egész, hogy mocskos hosszú sor. Tehát fölhívták külön a szurkolók figyelmét, hogy a Vasas részéről, mert nálunk szoktak ilyenek lenni ilyen beharangozókba, hogy vegyétek meg előre a jegyet, vegyétek meg korábban a jegyet, nyilván valakinek nincsen lehetősége rá, meg ilyenek. Szóval azt mondom, hogy azért ezzel elég, sok ember elég nagyon gólt lőtt. Az más kérdés, hogy azért tényleg gyerünk-gyerünk Angyalföld, gyerünk-gyerünk Pénztáros, ezek mentek egész végig a sorban állóknál. Az másik fele, hogy egy olyan biztonsági beengedő társulás volt, hogy tényleg elképesztő mennyiségű biztonsági őr, és mindent végignéztek egyszerűen az agyhalálig, a, nem tudom, a bőröm alatt nem kerestek semmit. Csak annyi, hogy megváltozott a biztonsági cég az MTK-nál, mióta az új stadion van. De egyébként azok normálisak, tehát én valakiket, én látásból ismertem közülük egyet-kettőt, aki Vasas meccseken is szokott lenni, és ott normálisabb arcok is vannak közöttük. Nyilván ez egy inhomogén dolog, tehát nem biztos, hogy mindegyik rendes, lehet, hogy valamelyik gonosz, valamelyik meg kedves, azt ennyi. A másik fel egyébként, hogy maga az a vendégszektor is egy ilyen vicc, tehát a hosszú széksorok vannak, és az egyik végénél megoldották úgy a széksornak a bejutási lehetőségét, hogy az egészet lezárták egy kurva nagy vasráccsal. 2 millió? A bíróra visszatérve... Nem tudom, nekünk is, nekem is rendeztek gyűjtést, vagy leülöm. Nem, inkább leülöd. A bíróra visszatérve még annyit akarok mondani Gábornak, hogy nem fel a fejjel, Gábor, látod Európában ugyanez megy, a Paris Saint-Germain meccsét is ugyanígy csalták el. Értettem az üzenetet. Jó, én csak annyit akartam még hozzátenni ez a dologhoz, hogy, és ezt egy nagyon komoly Újpest szurkoló barátom vezette föl nekem ezt a gondolatot, hogy itt tulajdonképpen nem is az a kérdés, hogy van-e, hogy fogalmazzunk finoman, van-e részrehajlás, hanem az a kérdés, hogy van-e elvárás valahonnan, vagy csak azt hiszik, hogy van elvárás. És ez a kettő azért nem egészen ugyanaz. Én értem, mire gondolsz egyébként, Gábor, mert ezzel már én is szembesültem egyszer. Egy olyan mérkőzésen tavaly, ahol pont a miniszterelnök úr is jelen volt, és volt egy meg nem adott gólya a Vasasnak, ami az összefoglalóba se került bele, de ugyanakkor lehetett érezni, hogy azért a hiába szóval lehetett érezni, hogy ha nem is volt elvárás, akkor magától generálódott az elvárás. Mert hozzáteszem, hogy előtte meg pont volt egy olyan kétes ítélet, amikor megadtak egy gólt egy másik csapatnak, aki azóta kiesett, és ott egy olyan szabálytalanság előzte meg, amire azért fölhorkant egy pár száz ember, utána mondom viszont... Szerintem nézzék ki az ablakon, Kristóf, nem állt meg egy autóházatok előtt. Most lehúztam a redőt, kézereznek, vagy ilyesmi. Ja, van nekem már elég ellenségem, teljesen mindegy, hogy egyel több vagy kevesebb. Figyelj Kristóf, ha esetleg, mert valaki megérkezne, akkor mondd nekik azt, hogy nekünk már itt írják a live chaten is, hogy videóbíró. Ezt én nem is tudom mióta hangoztatom, de már nagyon régóta, szinte minden gólterápiába, elhiszem, hogy már unják a kedves nézők, hallgatók, de ez a megoldás. Javaslom, Kártágót pusztítsuk el, tehát addig fogjuk tudni, hogy nem lesz videóbíró. Egyébként segítene a videóbíró valamennyire, de továbbra is. Tehát van egy csomó olyan szituáció, amit még videózással is nagyon nehéz megítélni. Most, hogyha följött például a Barcelonának a meccsen mondjuk az első 11-es, az volt-e, nem volt-e az, elesett a játékos, de közben akadályozta. Van, aki ezt mondja, van, aki azt mondja. Ugyanígy lehetne mondani a kezezésnél, amikor Mascherano becsúszott és hozzáért a keze a labdához, vagy előtte a párizsi játékos, amikor kézzel hozzáért a labdához. Tehát, hogy egy olyan normális szabálykönyvnek kellene lennie, vagy egy olyan szabályformálásnak, ami ezeket a kétes ítélet is segít eldönteni, mert hiába nézzük meg 10-szer videón ugyanazt az esetet, hogyha egyszerűen nem teszi lehetővé azt a
szabálykönyv, hogy egyértelmű ítélet születhessen. Mert sajnos a szabálykönyvben nagyon sok esetben rá van bízva a bíróra, hogy figyelj, ahogy te látod, támogasd ezt a dolgot, és akkor mondd azt, hogy mondjuk a támadó focit veszed figyelembe, és azt szerint ítéled meg a szituációt. De ilyen nem lehet, ez nem tartozik hozzá a focihoz. Tehát kell a videóbíró, nagyon fontos, de nem elegendő szerintem. Most de lehet, hogy megelőzöm az Újpestet a büntetésekbe, de csak annyit mondanék, hogy teljesen igazad van. Tehát teljesen igazad van. Egyértelmű szabályozások kénének, mert tényleg annyira, itt gumiszabályok vannak. Gumiszabályok vannak a szabálykönyvekben. Na, itt tudok egy élő példát mondani. Tudjátok, hogy voltam többször az elmúlt időszakban jégkorongon. Volt a DVTK elleni páros meccsen egy olyan szituáció, amikor a Sikorcin meg a nem tudom, Gőz Diósgyőrből elkezdték egymást ütni. Mind a kettőt kiállították 5 perc plusz 20 plusz végleges fegyelmi, és a fegyelmi bizottság a Sikorcsint eltiltotta a következő mérkőzésről, a Gőzt meg nem tiltotta el. És hát persze föl voltunk háborodva, hogy micsoda disznóság ez. Majd kiderült, hogy a szabálykönyv az a következőképpen van leírva. Bottal lábra ütés az 0 mérkőzéssel jár, ha bottal te karra ütsz, az pedig 1-jel. Tehát maximálisan le van szabályozva olyan szintig a sporták, hogy abban nem lehet belekötni, nem lehet mást alkalmazni. Ez az egyik része a dolognak. A másik része a dolognak pedig abban igazam a Józsefnek, hogy minden szituációt nem lehet egyértelműen megítélni a labdarúgásban, de mi nem is azokról beszélünk. Mi az egyértelmű szituációkról beszélünk, amikor teljesen kristály tisztán tudjuk, hogy milyen ítéletnek kellene születnie, és nagy döbbenetünkre nem az születik, holott ma már 5-en állnak a pályán. Bocsánat, Zoli. Dávid, csak még kimegy a fejemből. Igen? Most az a baj, hogy a bírói szerencsétlenkedésnek az lesz a vége, hogy aki látta a Fradi meccset, és ezzel össze is foglalom a Fradi meccset, aki a Büdének a szólogóját esetleg látta, a hátvéd nem mert még hozzányúlni sem. Tehát oda fogunk eljutni, hogy nem mernek majd szerelni sem a hátvédek, nehogy véletlenül egy ilyen toll érintés itt hozzáérjen a csatárhoz, aki rögtön borulni fog, mint a Rottenbiller. Tehát én szerintem ide fog ez elvezetni. És a bírók, tehát a mérkőzés vezetők, ugye, tehát ők már profik, tehát ők ebből élnek, tehát ebbe a körbe nem nagyon lehet bekerülni. Úgyhogy többet kéne tanulniuk, többet kéne tapasztalniuk, és vállalni a döntések után a felelősséget. És ez egyébként azért vicces, hogyha megnézed a Bödének pont a szituációit, mert rengetegszer volt az, hogy válogatott meccsen, például a romániai 3-0-nál, abból jött a kontra, hogy ő fogta, földobta magát az ellenfél 16-osán belül, mint egy zsák szar, bocsánat, hogy ezt mondom, de így volt, és utána nézett, hogy ha miért nem 11-es? Azért, mert ezt normális szinten, ezt a szart nem fújják be. 3 millió. Erre mondta az Urbán Flóri, most már akkor végtelenítem az adósságomat. Nem tudom, majd piros és fekete alapon eldöntöm, hogy mennyit fizetek ki belőle. Hogy erre mondta az Urbán Flóri még annó, mikor Vasasnak volt az edzője, és rengeteg 11-es befújtak ellenünk, azt, hogy egy csodálkozunk, hogy nem vagyunk sehol nemzetközi szinten, mikor itt minden hülyeséget befújnak 11-esnek. Akkor Zoli, most lejössz. Na, visszatérve az Újpest-Diósgyőr jégkorong meccsre, 4-1-jel jutott tovább a Diósgyőr egyébként. Gratulálok! Köszi. Tudom, hogy ezt akartad kierőszakolni, gratulálok. Köszi. A másik dolog az, hogy nem tudom, ti emlékeztek-e arra, amikor mondjuk gyerekként meccset néztetek, hogy valahogy szóba került az, hogy kereste a kéz a labdát, vagy nem. 16-oson belül a kéz hozzáért a labdához, 11-es. Kész. Szerintem ezt nem kéne annyira túlvariálni. A másik pedig az, hogy nem csak a játékvezetők hibásak, hanem a játékosok is. Ki kell találni egy olyan megoldást, amivel szankcionálják azt a játékost, aki eljátsza a 16-oson belül a nagy halált, akár Suárez ugye a PSG meccsen, hogy lehet, hogy a mérkőzésnek vége lett egy valamilyen eredmény, és akkor ha látják, hogy ez tényleg egy olyan dolog volt, amit csak megjátszott, akkor igenis tiltsák el két meccsre. Igen, de miért van az, hogy megjátsszák a játékosok?
Azért, mert a bíró máskülönben nem is veszi észre. És most én is azt gondolom egyébként Suárez esetén, hogy ott egy óriási nagy olyan műesés történt, mint a húzat, de ott volt a játékosnak a lába, összeakasztotta, ott volt a keze a tarkóján, miért volt ott a keze? Hogyha nem csinál egy ilyen nagy színházi műelőadást, amivel Oscar-díjra érdemes lenne az illető, akkor igenis nem fújta volna be a bíró, mert észre sem vette volna, hogy ott történik egy ilyen apró fault. Tehát innentől kezdve, hogy elkezdődött ez, hogy nem veszik észre a bírók ezeket a kis odarúgdosásokat, meg odakapásokat, és inkább tovább engedi, innentől kezdve az lett rá az egész futballvilágnak a válasza, hogy rendben, legközelebb, hogyha ugyanez történik, akkor dobd fel úgy magad, hogy vagy kiröhögjenek legalább a nézők, vagy megkapjuk a szabadrugást. Ez a baj ezzel, hogy az én szemembe a futball az a gladiátorok harca. Tehát ha megrúgják a bokámat... Ó, de hogy a gladiátorok harca. Nem, balerinák harca, ne szóra. Nem a primadonnák. Ott van, nézzetek meg akármelyik szögletet, hát úgy tépik, verik egymást, mint az ökrök. Hát minden szögletnél lehetne adni 5-11-est, meg 10-11-est, akkor miről beszélünk? Egyszer mondtak egy olyat, sajnos nem én, hogy a rögbit és a futballt hasonlították össze, ahol azt mondták, hogy a rögbi, pontosabban a futball, az az úriemberek sportja, és a csibészek játszák, és a rögbi pedig a csibészek sportja, és az úriemberek játszák. Tehát azt hiszem ezzel mindent elmondtam. Nem egészen így volt ez a mondás. Huligánok voltak említve. Na, Dávid? Igen, huligánok. Jó, na akkor lépjünk tovább, akkor Még egyetlen egy gondolatot hadd tegyek már hozzá, főleg amikor hallottam ezt a jégkorongos példát, akkor jutott eszembe, és ez is hozzátartozik egyébként az MLS jogköréhez, ugye a szankciók, hogyha már itt feljött az is, hogy valaki már 3 milliónál jár, ugye Kristóf, szóval nem tudom, emlékeztek-e a február 20. környéki mérkőzésre, amikor az NB2-ben a Szolnok játszott a Puskás Akadémiával. Hát ugye tudjuk nagyjából az előjeleket, hogy na vajon melyiket kitámogatná és mennyire. Na ott volt egy buta bíró, aki nem vett észre, vagy hát furcsán vett észre egy bizonyos ütést, amit ugye Roxin Ádám küldött meg ellenfele felé. Gyakorlatilag utána, hogy ez megtörtént, volt egy ülés, ahol tárgyalták ezt az esetet, hogy akkor most ez hogy is történt. De egyébként meg lehet nézni videófelvételeken, fönn van YouTube-on, hogy pontosan milyen könyöklés történt. Hát gyakorlatilag a Torgellet 18-at kioszt ebből egy meccsen, csak maga, vagy Annó Rajci Peti ugyanebből csinált 20-at egy mérkőzésen. Tehát történik egy könyöklés, nyilván mondjuk egy mérkőzésen tegyük fel piros lap, hogyha szándékosnak ítéli a játékvezető. Nem is ez a durva, hanem az, hogy utána tudjátok, mennyi időre ítéltották el? Halálra ítélték biztos hazaárulásért. Három hónapot kapott. Nemzetközi példát, mert erre pont láttam egy ilyen 94-es VB-ről egy összefoglalót, egy highlights műsort, ahol volt egy mérkőzés, amit egy nagyon-nagyon magyar prominens bíró vezetett, ez még nem a döntő volt, hanem egy korábbi mérkőzés, ahol Spanyolország játszott Olaszországgal. És Tászotti úgy pofán könyökölte az Enriquét, hogy annak eltörött az orra, vagy hát minden esetre vérzett, és ez a magyar származású bíró, vagy magyar bíró nem vette észre. Utána a videófelvételeket kielemezte a FIFA, és 3 hónapra tiltották el Tászottit. Bár nem az a kaliber nyilván, mint Roxin, de... Hát igen, tehát és itt tényleg ez, hogy 3 hónapra ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy a hátralévő időben az NB2-ben már nem léphet pályára a Szolnoknak a játékosa, és ezzel sem lenne feltétlen gondom, hogy rendben, akkor ítéljenek oda 3 hónapot egy ilyen tettért, és tanulják meg a játékosok, hogy szándékosan nem ugrunk úgy fel, hogy le is könyököljük az ellenfelet. De közben mutassatok még egy olyan példát, hogy az elmúlt 5 évben valaki legalább 2-3 hónapot kapott volna hasonló könyöklésért, vagy hasonló megmozdulásért. Én nem nagyon emlékszem ilyesmi esetre, de hogyha volt is 1-2, akkor is nagyon durva ahhoz képest, hogy mennyi ugyanolyan eset történik. És vajon véletlen, hogy pont a Puskás Akadémia ellen történt ez a könyököse, és utána 3 hónapra tiltják el? Tehát ez is az MLS-nek a szabályozásához, és ahhoz az igazságossághoz és manipuláláshoz tartozik, amiről egyébként beszélt az eddigi meccsek kapcsán is, csak ennyit akartam. Én azt hittem, hogy 3 hónapig vágánytisztító lett a felsőti kisvasútnál. Micsoda, hogy életben maradt. Tehát igen, nagyon fontos lett volna, mert napi szinten annyian használják, képzeljétek el, hogy nagyon fontos, hogy folyamatosan tisztítsák ezeket. Hát durva büntetés lett volna.
Hát Zoli, te is durva büntetése számíthatsz, csak te a NAV-tól majd. Na mindegy, szóval a lényeg, ami lényeg, hogy akkor térjünk rá erre a Debrecen-Paks meccsre, már említetted valamennyire, hogy mi történt, de mégiscsak egy 3-1-es vereség, és én azt olvastam, nem is tudom már, hogy hol, hogy Pontesnek még idő kell. De mire? Erre a kérdésed nem biztos, hogy én nekem kell válaszolnom, és nem is biztos, hogy tudok rá válaszolni. Nagyon nehéz az én helyzetem is, és ilyen szempontból egy kicsit a Loki Block helyzete is, mert mi egyenesen, ha úgy lehet fogalmazni, akkor pozitív véleménnyel vagyunk Pontesről. Nem feltétlen emberileg, nyilván emberileg is, de szakmailag is úgy gondoltuk, hogy Pontes egy megfelelően felkészült szakember, és megfelelő lesz arra, hogy a DVST-t visszavezesse egy olyan útra, amit szeretnénk látni. Azt mondtuk évelején, hogy a Fradi és a Honvéd elleni meccset még be tudjuk adott esetben áldozni, úgyhogy 0 pont, viszont a hazai pályán a Diósgyőrt és a Paksot mindenképpen vernünk kell, hogyha nem akarunk kiesni. Hát ehhez képest mondjuk volt egy bravúros pontszerzés a Ferencváros ellen, egy közeli pontszerzésünk a Honvéd ellen, ami nem jött össze, majd pedig a Diósgyőrt ugye megvertük, amihez kellett ugye az ellenfél 6-6-os közreműködése is, és jött utána most a Paks elleni meccs, ahol meg gyakorlatilag egy fél időn keresztül a teljes antifutbalt személyesítette meg Csertői Aurori együttese, gyakorlatilag 10 emberrel a 16-oson belül meg egy picit kintebb játszottak, helyzetük sem volt az egész első fél időben, a DVSZ-nek voltak távoli lövései, de nem jött össze. Igen, már ez a mentség a Horváth Ferinek se vált be Győrbe, mikor őt... Igen. Nem is mentség, most ez inkább csak egy ilyen tárgyalagosság. Jó, hát csak hogy... pont úgy jött ki, mint azt mondtam volna, hogy pont eztek az MB2-re kell fölkészülni, vele együtt Roxy. Ja. Már gyakorolják a minőséseket. Ja. Akkor te még marasztalnád a pontes mestert? Mit mondasz? Mindjárt még végig térek a második fél idő, és utána erre is megpróbálok válaszolni. Szóval utána jött egy olyan második fél idő, ahol gyakorlatilag a Paks előrébb lépett, nem hagyta már azt, hogy a DVSC dominanciája lépjen érvényre, gyakorlatilag kiegyenlítődött a mezőny, és a kiegyenlítődött mezőnyt ők használták ki. Nyilván ebben benne volt az is, hogy mondjuk nem kaptunk meg egy teljesen jogos 11-es, de nem akarom erre fogni. Egyszerűen a Paks képes volt olyat változtatni a második fél időre, amivel a DVSC fölé került. Egy számukra nagyon jó második félidőt láttunk, mi csak pontrugásból tudtunk belőni, pont talán Kristóf, te mondtad korábban, hogy a kis csapatokra jellemző, hogy pontrugásból találnak be jószerivel. És hát a Paks most nyert. Ezek után én írtam is egy debreceni fórumra, hogy kicsit úgy zavarodottnak érzem magam. Nem tudom, hogy mi lenne itt a jó megoldás, és Juvefan sem írta meg még az összefoglalót, talán most is folyamatban van neki ennek a megírása, mert nem tudjuk azt, hogy mit kellene, hogy hozzon a jövő. Nem nagyon látjuk azt egyébként, és nem tudnám azt mondani, ugye feltettem Kristóf neked egy kérdést, hogy a csapatot hibáztatod, a játékosokat, az edzőt, az edzői döntéseket, vagy mondjuk a külső körülményeket, esetleg az ellenfél jó játéket, és nem tudnám igazából megmondani azt, hogyha illettem volna az edző, mit csinálok másképp, vagy hogyha ott vagyok a játékosok helyett, akkor jobban tudnák-e, vagy tudták volna-e csinálni. Tehát mondjuk a Ferenci Janikát bántják sokan, mi is egyébként, lehet, hogy ő lesz a citromdíjas, de ő ennyire képes, amit ezen a meccsen hozott, és az nagyon sok Loki játékosra elmondható. Hiába akarnánk azt, hogy most itt mindenféle földön túli jóság legyen, nem tud az történni, mert a játékosok ennyire képesek. Most itt van egy edző a játékosokból, nem tud annál többet kihozni, mint amit a játékos tud. Ő megpróbálja hozzátenni a magáét, én úgy gondolom, hogy ez nem feltétlen rossz irány, amit ő tart. Tehát én azt sem mondanám, hogy marasztalnám Pontest, mert az az eredménysor, amit elvégzett, az talán már arra is ingerelhetné saját magát is, hogy felálljon és önként lemondjon, és azt mondja, hogy hát ez most nem jött össze, és vállalom én is azt, hogy ez miattam sem jött össze. De közben meg, amit képvisel, az a tudatosság és az a profizmus gyakorlatilag az egész klubnál, ismerve nagyon-nagyon sok klub alkalmazottat, az egész klubnál egy ember sincs, aki legalább fele annyira profi lenne, mint amit Pontes képvisel, tehát a személyében azért egy fontos embert veszítene el a klub, de jelen esetben nem tudom, hogy mi lenne a jó döntés. Amit látni kell, és amit kihangsúlyoznék, hogy nem a csapat, nem a Pontes a elsődleges az, aki a DVSC hanyatlásáért felel, mert egy hanyatlás az egy folyamat, egy hosszú távú dolog, ami folyamatosan történik, évek kellenek hozzá, nem hetek, nem hónapok, és ez a hanyatlás, ez már évek óta tart, ez már 2013 óta elkezdődött, és gyakorlatilag ennek a hanyatlásnak vagyunk
újabb-újabb mélységeiben és mélypontjaiban. Nem gondolom azt, hogyha Pontes helyett akár a Horváth Feri, akár bárki más ide érkezne, és lett volna, elképzeltem egy ilyen cserét, hogy mondjuk Kondás Elemér meg megy a Diós Győrhöz, Horváth Feri meg ide jön. Tehát, az nagyon nagy trollkodás lenne. Nagyon brutális lett volna. Szóval nem gondolom azt, hogy lenne más olyan edző, aki ebből a jelenlegi keretből, ebből a jelenlegi DVSC-ből többet tudna kihozni. Innentől kezdve pedig én úgy gondolom, hogy nem Pontes személyével kellene elsősorban foglalkozni, hanem sokkal mélyebb dolgokkal, de mondom, nagyon nehéz most szerintem debreceni szurkolónak lenni, és nagyon sokakban érezzük is ugyanezt a zavarodottságot, hogy akkor most mi van? Most akkor kieső csapat vagyunk, középcsapat vagyunk, de a klub azt hangoztatja, hogy nemzetközi kupa elérés a cél, meg hát látjuk, hogy milyen jó transfermárktos árak vannak a játékosainkhoz téve, hát akkor csak ér sokat ez a loki, és magasabbra való, mint amit mutat. Nagyon nehéz. Egy dolgot még mondanék, és akkor átadom a szót, mert már elég sokat beszéltem így is, hogy nagyon-nagyon érdemes látni azoknak, akik nem DVSC szimpatizások, vagy nem figyelik annyira a DVSC mérkőzéseit, hogy a nyáron 6-7 kulcsjátékosunk fog távozni. Jelenleg Osvát is, Szuk is, Danilovics is kölcsönben van, nem gondolom azt, hogy megtartjuk bármelyiket is. Brükovicsnak lejár a szerződése, Jovanovicsnak lejár a szerződése, Mészáros már lassan a 40-et fogja taposni egy-két éven belül. Tehát nagyon fontos kulcsjátékosaink távoznak, és nem látok olyan utat, ami az ő pótlásukat elősegíteni. És ez szerintem sokkal nagyobb gond annál, mint hogy most éppen a 9. vagy 10. helyen áll a csapat, vagy épp kikap egy olyan Pakstól, amely előtte 5 mérkőzésen 13 pontot szerzett, és jelenleg az NBA egy legjobb formában lévő csapata. Csibó, igazából egy fontos kérdésem lenne, hogyha Zoli mondta a múltkor, hogy ha a Diós Győr esetleg kiesne, akkor úgy érzi, hogy nem tudna azonnal visszajutni az NB2-ből. Tegyük fel, szerintem se tudna a Diós Győr visszajutni automatikusan az NB1-ből. Ez nagyon magas labda volt. Tegyük fel, hogy a Loki kiesne, hogy érzed akkor ez az állomány, ez vissza tudná hozni a csapatot rögtön egy szezon után? Nem csak feltétlenül az állomány, az egész szituáció, tehát akkor gyakorlatilag mindenki menekülne. Az is, aki már most menekül, tehát azokon kívül is nagyon sokan menekülnének. Nem, én azt gondolom, hogy ha kiesnénk az NB2-be, akkor éveken keresztül ott ragadnánk, és hogyha még vissza is jutnánk, akkor is kínlódás lenne az, hogy éppen bennmaradjunk a következő egy-két évben. Tehát én azt mondom, hogy ha kiesik most egy csapat az NB2-ből, mondjuk a Diós Győr, vagy mi kiesnénk, akkor minimum 5-6 év, hanem több az, hogy ismét egy NB1-es középcsapattá formálódjon a klub, és nyilván ilyenkor felvetődnek egyébként olyan kérdések is, hogy mondjuk az adott tulajdonosi kör megmarad-e, és ez is nagyon-nagyon sokat számít ebben a kérdésben. Tehát minimum 5-6 évet mondanék a normál ismét középmezőnybeli. Bocsáss meg, én nekem lenne egy kérdésem, hogyha megengeded a Józsihoz. Tehát, hogyha jól értem a szavait, akkor tulajdonképpen van egy portugál edzőtök, aki egyébként egy rendkívül felkészült és profi ember, de valamiért nem működik a kémia a csapattal, vagy pedig a vezetőkkel, vagy pedig képességbeli problémáitok vannak már a csapatnak. Igen, ez az, amit nagyon nehéz megítélni. Én úgy gondolom, hogy Pontes, amit elgondol és megpróbál véghez vinni, az nagyon jó lenne, hogyha tudna olyan játékosokat kapni, és tudna olyan játékosokat játszatni, akik erre képesek. Ő neki van egy magasztosabb eszméje, egy komolyabb szerepvállalása, amit szeretne véghez vinni, de ezt nem tudja véghez vinni, mert nincsen bal hátvédje a csapatnak. Ferencinek kell ott játszani a bal hátvédként. Nem tudja véghez vinni, mert nem hozunk olyan játékosokat, akik képesek lennének egy bizonyos poszton játszani. Most csak egy érdekes adalék azoknak, akik szintén nem otthonosan mozognak a DVSC belügyeiben, de gyakorlatilag mi történt február 1-én, talán elmentünk az Atlantic Cup-ra, gyakorlatilag ez volt az egész januári felkészülésünknek a csúcspontja, egy másfél hetes felkészülési mérkőzésekkel teli időszak. És tudjátok, mikor hoztuk a kölcsönjátékosokat, meg az igazolásokat? Gyakorlatilag február első hetében. Uh-huh. Nem január első hetében, amikor megkezdődik egy erőnléti felkészítés, meg egy mentális felkészítés, meg egy csapategységkovácsolás. Akkor hozunk egy Szukot, amikor már visszatérünk az Atlantic Cupról. Vagy ott van egy portugál srác, a Ventura, akit tesztelünk 3 meccsen, aztán azt mondjuk, hogy nem hozzuk fel. És volt 2 hazai mérkőzésünk
illetve arra, hogy jól van, de nem biztos, hogy a Csákvár, Kisvárda volt az, és az egyik döntetlen lett, a másikon kikaptunk, ez két nappal az Atlantik kapos indulás előtt, akkor jöttek rá a klub nagy magasságokban lévő személyei, hogy hát itt csak kéne valakit szerezni és igazolni, és akkor kezdtek ilyen kapkodásba. És ez nagyon régóta jellemzi a klubot, tehát így csapatot építeni nem lehet. Azt is végig kell gondolni, elment nyáron Varga, elment Bódi, elment Tisza, elment Takács, és tényleg még szerintem kihagytam, vagy 3-4 kulcsjátékos, Szakálya nyáron elment, itt volt mondjuk Bobko, vagy Vittek, akit leigazoltunk, a nyáron elhagyták a klubot. Az elmúlt 20 évben nem volt annyi távozó, mint a tavalyi naptári évben összesen, hogyha jól tudom, valami 20-22 játékos távozott a DVSC-től így vagy úgy. Tehát egyszerűen úgy, hogy most ide jön valaki a semmiből, úgy, hogy már abban az idényben volt két edző, Kondás Elemér meg Herceg András személyében, és akkor szeptembertől tégy csodát 3 hónap alatt, meg még 3 hónap alatt. Tehát szerintem, aki ezt várta pont estől, az nagyon-nagyon rossz irányba gondolkozott. Most az a cél, hogy bennmaradjunk, de még hogyha tegyük fel, meg lenne a bennmaradás, mondjuk 9. helyet eléri a csapat az év végén, akkor sem tudnám azt mondani teljes melszélességgel, hogy igen, pontesnek maradnia kell, maximum azért, hogy megmaradjon az, hogy ő már végre elkezdi kiismerni a csapatot. De nagyon benne lóg a levegőben, hogy most a 3 hetes szünetben lesz edzőváltás, emiatt nem gondolom, hogy az edzőváltás megoldaná a DVSC problémáit. Zoli, nálatok ugye volt edzőváltás, látsz-e valamilyen előrelépést a 2-0-ás vereségben? Először is még annyit mondanék Csibúnak, hogy én nagyon remélem, hogy a Pontes tudja tartani ezt a tempót évvégéig, és tudja hozni ezeket az eredményeket, mert akkor óriási esélyünk van, hogy mi maradjunk bent. Tehát én azért hát nagyon... Először ki legalább egy mérkőzés, mert 3 ponttal levagytok maradni. Hát most kikaphatunk már a maradék 10 meccsünkön. Nektek minimum egy meccset nyerni kell majd boldoggal. Hát akkor kitegyétek meg a saját részeteket, akkor mi meg majd behúzzuk a többit. Egyébként most a poénon kívül... Poénon kívül nem tudom, nézted-e, vagy néztétek-e az utolsó fordulónak a mérkőzéseit, de gyakorlatilag Diós Győrbe fogunk látogatni. Tehát ez akkora nagy rangadó lesz, gyakorlatilag lehet, hogy kiesési rangadó, és azon múlik majd, hogy melyik csapat esik ki. Igen. Hát ezért nem veszik abszolút lehet, hogy az összes meccseteket, mert akkor az egyszer a Diós Győr már nyer. Jaj, értem. Szóval mi a Vidihez látogattunk első körben, ugyebár az első dolog az volt, hogy meghirdette a videóton, hogy nőnapra ingyen a stadionba, és azt elfelejtették elmondani, hogy ez a diósgyőri hölgyekre nem vonatkozik, az ott derült ki árusító pénztáraknál, úgyhogy azt gondolom, hogy ezt majd még mi nem hagyjuk szó nélkül, tehát ez azért mindenféle. Magas sarkuba mentél mi? Igen, hát amikor megtudtam, hogy ingyen lehet bemenni, akkor egyből elővettem a női ruhámat, és azzal közelítettem. Én úgy tudtam, hogy te egyébként is abba szoktál menni, tehát nem csak meccsekre. Úgyhogy ez volt az első dolog, ami... Családbarát körülmények, stadionok, növeled ugye... És kisasszony sport ez a labdarúgás, tudod? Igen, ezért szeretem én ezt. Szóval ez volt az első dolog, aztán utána ugyebár... Nálunk még nem olyan edzőváltás, mert Vitelki 2 meccsre kapta meg a csapatot, tehát 2 meccs, és utána jön az új edző, akit már most tudjuk, hogy a Boldog Tamás lesz, és holnap fogják bemutatni sajtótájékoztatón. Hát Vitya szerintem megtette, amit meg tudott tenni, bedobott 3 fiatalt a kezdőbe, mert nem szórakozott a Vidi ellen. Én a beharangozóba vizionáltam azt, hogy kapusposzton a Bukrán Erik bemutatkozhat, szerintem nincs vesztenivaló azzal, hogy ő fog védeni, és nem is igazán vallott szégyen, tehát kapott 2 gólt, de nem igazán tehetett egyikről se. Tehát szerintem Vitya jól nyúl hozzá a fiatalokhoz, és érzi, hogy ki az, akit mondjuk elspanol egy ilyen lehetőség, hogy a videóton ellen mutatkozhat be. Nem ezen ment el a meccs, és én azt láttam a csapaton, hogy valamilyen szinten szervezettségben azért szerintem tényleg sikerült előrelépni. Nem az volt, hogy a videóton minden percben támadást vezetett ellenünk, és a kapunk az egyfolytában gólveszélyben volt, hanem volt egy pontrugásban, ugye ott lemaradt a védőnk, ha jól emlékszem, Jagodinski vagy Eperjesi maradt le a felelő játékosról, és a második gólunk meg tényleg egy rettenetesen szerencsétlen gól volt, a becsúszó Jagodinski szem megpattant a labda és a kapuba ment, de hát szerencsénk se volt egyébként, de hát ez így szokott lenni, ugye, hogy amikor semmi nem jön össze, akkor még szerencsét sincs. Így megvolt a 2 góljuk, az első fél időben utána ők is visszavettek, nem nagyon erőltették a támadásokat,
mi támadásban nagyon impotensek voltunk, tehát Novotny ő nagyon el volt ott előtünkbe, utána becseréltük Szarkát, ő talán még jobban el volt tűnve, tehát így eszembe jutott a ki a fasz fog egyenlíteni ritmus, amit azért a Diósgyőr szurkolók elég gyakran szoktak énekelni. Igen, a lelátón, de itt még az sem volt, hogy ki fog egyáltalán egy gólt rúgni, nem az, hogy ki fog egyenlíteni. Tehát ott onnantól kezdve, hogy megkaptuk a gólt, onnantól kezdve szerintem el is vesztettük a meccset. Úgyhogy nem sikerült pontot szerezni a Videótonnál, megint ott maradtunk a kieső helyen is. De azért azt gondolom, nem ez volt az a hely, ahol ti 3 pontért mentetek. Hát most figyelj, 2-szer vertük meg eddig a szezonban a Videóton. Hát hova menjünk nyerni, ha nem hozzájuk? Hát most érted, az előjelek azt mutatták, hogy rendesen győzelmi esélyeink vannak, de hát most egyet behúztak, így is 2-1-re vezetünk ellenük, tehát nem szeretném, hogy elbíznák magukat. Hogy a következő meccseken kell lesz a bajnokságban bennmaradnunk, az NBA-ben. Hát bízom benne, hogy Boldog Tamás személyével olyan edző érkezik a klubhoz, aki tud előre mozdítani a csapaton, és ami nagyon fontos, hogy a vezetőség is megadja neki majd a lehetőséget arra, hogy ő tudjon változtatni a helyezésünkön, mert lehet, hogy fűtfergetnek az edzőknek, amikor odaszerződnek egy csapathoz, de hogyha nem kapja meg ezt aztán, nem kapja meg a támogatást a vezetők részéről, akkor semmit nem fog érni az, hogy mondjuk ő egy másik futballkultúrából jött, és mondjuk profi szemléletet tudna hozni a csapathoz, hogyha nem engedik dolgozni, akkor akár leigazolhatjuk tényleg Csankot is edzőnek, tehát ugyanott leszünk. Józsi? Azon a kérdésem a Csibuhoz, meg a Zolihoz, hogy nem érzitek-e úgy esetleg, hogy a vidéki fellegvárat, most mondom még egyszer, nem sértő szándékkal a vidékit, tehát áthelyeződnek a súlypontok más városokra, Nerőgé Gábor. Tehát, hogy kicsit leveszik a kezüket bizonyos... De mindegy, tehát hogy nem érzitek-e úgy, hogy tehát már elmúlt a Lokinak és a varázsa. Most próbálok polkorrekt lenni, ne röhögjél. Tehát, hogy... Nem nagyon megy. Tegyél a kérdést helyetted? Nem, az a lényeg, hogy hát elveszítette a támogatását, elveszítette a hatalom támogatását a Loki is, és a Diósgyőr is, és más vidéki fellegvárakat próbálnak meg kiépíteni. Szerintetek így van-e? Nagyon gyorsan reagálok, én nem gondolom, hogy valaha is hatalmi támogatása volt a DVSC-nek. Egyszerűen akkor nem volt hatalmi támogatása senkinek, amikor a DVSC pár éven keresztül egyeduralkodó volt, most meg van hatalmi támogatás másnál. Nyilván változnak az idők, nem gondolom, hogy ez bármiféle összeesküvés elméletet szülne. Egyszerűen a DVSC is olyan, amilyen, meg a Diósgyőr is olyan, amilyen. Reméljük, hogy végül az MTK esik ki, nem pedig mi ketten, de hát... Még örültem volna egy tényleg jó kis Conteónak fenébe. Én annak, én úgy gondolom, hogy saját erőből vagyunk ilyen rosszak. Tehát senki nem tesz ezért. Így van, senki nem tesz ellenünk semmit. Szerintem saját erőből vagyunk ilyen rosszak, és itt nem csak a csapatról beszélek, nem csak a vezetőedzőről beszélek, hanem a háttér folyamatokról is. Évek óta én azt gondolom, én nagyon emlékszem arra, amikor Dudás Hunor volt az ügyvezetője a klubunknak, és nagyon sokan nekézték őt, hogy túl sok pénzt költött, meg minden, és hogy nem jól vezette a klubot, akkor viszont sikeresek voltunk. Tehát a számomra az bebizonyította ezt, hogy pénz nélkül nagyon nehéz sikeresnek lenni. És akkor ő azt mondta, hogy nagyon nagyot léptünk előre, amikor az NB2-ből az NB1-be feljutottunk, és azért tehát tényleg jól ment az NB1-be is, és innentől kezdve le fog lassulni valószínűleg ez a fejlődés, mert ilyen nagy léptekkel nem lehet egy klubnak haladni, tehát ez törvényszerűség, hogy ilyen léptekkel nem lehet haladni. Most ez olyan szinten vált igazá, hogy mi pár éve egy helybe toporgunk, tehát ez az egyet előre, kettőt hátra megy, folyamatosan jönnek-mennek a játékosok, soha, nem is tudom, most olvastam, hogy 52 szezon töltöttünk el eddig az NB1-be, és 50 edzőnk volt. Tehát szerintem, jó, ez nyilván történelem, de azért az elmúlt években is rengeteg edzőt elfogyasztott ez a csapat, tehát azt gondolom, hogy a vezetőknek is át kell gondolniuk azt, hogy jó irányba viszik-e a klubot, tényleg mindent megtesznek-e, tényleg legjobb tudásuk szerint vezetik-e ezt a klubot, és szerintem miután magukban néztek, meg kell egy kicsit változniuk, és máshogy kell elkezdeniük dolgozni, mert szenvedély nélkül egy klubot vezetni nem lehet. Tehát pusztán racionális pénzügyi döntések alapján egy klubot vezetni nem lehet. Aki így akar egy klubot vezetni, az inkább vezessen egy céget,
de ne egy futballklubot, mert ez így nem fog működni, és évek óta ezt látjuk, hogy ez így nem működik. Nekem szeretném. Én csak annyit kérdeznék meg, hogy érzed, Zoli, hogy amióta nem magyar királynék rezidenciája a Diósgyőri Vár, azóta elveszítette a politikai támogatását a csapatod, vagy sem? Én nem emlékszem, hogy a Diósgyőr valaha is kapott volna politikai támogatást, tehát tényleg ez annyira messze távol áll tőlünk, és sokszor elgondolkoztunk azon, hogy mi lenne akkor, hogyha mi is olyan lennénk, mint a Videoton, és tényleg mindent megkapnánk ahhoz, hogy bajnokok legyünk-e, hogy tudnánk-e akkor örülni, és azért a szurkolóknak a nagy része azt mondta, hogy azért úgy akkor nem tudna annyira örülni egy bajnoki címnek. Tehát biztos örülnék meg minden, de nem lenne olyan. Tehát inkább legyünk, hogy is mondjam, tehát inkább térdelve. Inkább állva halljuk meg. Na nekem lenne még egy kérdésem, mert itt nézem közben a hátteredet, és látom, hogy van egy nagyon jó kis felirat, nevezetesen Amíg Elek En, és ezzel kapcsolatban ugye benne van itt a fő mondani való középen, ott van, hogy Elek. Hát ő most eligazol, tehát most már egyrészt megváltoztathatjátok a neveteket arra, hogy Amíg En, másrészt viszont mennyiben fogja szerinted befolyásolni a Diósgyőr? Nem nagy érvágás az ő elvesztése? Hát megoszlanak a szurkolói vélemények, van, aki azt mondja, hogy óriási érvágás, mert vezére volt a csapatnak, van, aki azt mondja, hogy az elmúlt hetekben már nem tudta azt a teljesítményt nyújtani, ami elvárható volt, mert egyszerűen a fejébe volt ez a klubváltás, és emiatt nem tudott 100%-ig koncentrálni. Mindenkinek mondjuk számítani kell. Mondjuk a Loki nagyon pozitívan láttam az ő játékát, tehát nagyon akart és ment előre, őt meg Liptákot emeltem volna ki az előző hétvégét követően, hogy azért ők mentek és küzdöttek, és valamiféle diósgyőri szív, mint hogyha lett volna rajtuk. Mindenki tudta, hogy a Loki elleni az utolsó meccse, és a meccs után egy szép üzenetet küldött is a szurkolóknak, hogy ne adják fel, tartsanak ki, tehát én azt gondolom, hogy azon a meccsen mindenképpen meg akartam mutatni, hogy tud ő küzdeni, de mindenkinek számítani kell arra, hogy el fog menni a klubtól, tehát szerintem ezt már évek, tehát hónapok óta tudják az emberek, a szurkolók, a vezetőség egy jó ajánlatra vártak. Én nagyon bízom benne, hogy ott eléri az álmait, meg tudja valósítani azt, amit elképzelt, és sikeres lesz majd az új csapatánál, és pár év múlva abban is biztos vagyok, hogy vissza fog térni Diósgyőrbe, és nagyon remélem, hogy fogunk még vele bajnoki címet ünnepelni. Úgyhogy én úgy gondolok rá, mint aki most elment egy kicsit világgá, szerencsét próbálni pár évre, és aztán újra várjuk haza, addig pedig sok sikert kívánunk neki. Nem tudom, hogy kivel fogjuk pótolni, de úgy látszik, hogy Vitelki nem gondolta azt, hogy például Busai lenne a legjobb játékos arra, hogy most Elek helyére beugorjon a Videóton ellen, tehát ez mondjuk egy kicsit ilyen baljós előjel, majd meglátjuk, hogy az új edző hogy fogja ezt gondolni. És akkor változtattok nevet? Nem változtatunk nevet egyébként, ez marad az Amíg Eleken. Hát most miért nem lehet az, hogy Amíg Liptáken? Bármennyire is kedveljük Liptákot, ő nem ilyen tőzsdökeres diógyőri játékos, mint mondjuk Ele. Nem számít olyannak, bár mondjuk ő sem túl távoli. Na és még itt a műsor végén akkor elmondjuk, hogy lesz ugye most szombaton 18-án a Bánka Rakacki emléktorna Miskolcon, ahol mindegyikünk ott lesz, úgyhogy ott keressetek meg mindenféleképpen témajavaslatokkal, véleményekkel, akármilyen hozzászólásokkal, és megpróbálunk egyébként ott elég sok neves ember lesz, megpróbálunk mindenkit elkapni, akit csak tudunk. Reméljük, hogy Sipos Jenőt is sikerül mikrofonmi végre kapni, és megpróbálunk onnan egyébként egy mini semleges térfélyadást összehozni. Ennek a technikai hátterét reméljük meg tudjuk oldani, ha nem, akkor vasárnap tárgyaljuk ezeket a dolgokat, de megpróbálok onnan is képbe bejelentkezni. Akkor Zoli, mivel te itt aktuális vagy ezen a téren, akkor gyorsan mondd, hogy mire lehet ott számítani, ki és miért jöjjön el. Szeretettel Miskolci városi sportcsarnokba egész napos minden szurkolói csapat képviselt kézi és kosárlabda csapata, Szolnoki Olajnak lesz még itt a foci csapata, mindenki összeméri az erejét a másik, aztán végén majd szurkolói bajnokot avatunk. Egyébként sok olimpikon lesz ott, sok ismert ember, mindenki jöjjön el, érezze jól magát, öreg fiúk mérkőzés, igazi nagy játékosokkal, akik még tényleg tudtak futballozni. Lesz utánpótlás meccs is, úgyhogy szerintem mindenki, aki szereti a focit, jól fogja ott érezni magát. A belépés ingyenes, úgyhogy csak gyertek el és élvezzétek a napot. Jó kaja legyen, az a lényeg. Hozol magad, Dajus! Jó kis batyus buli lesz. Gábor még szeretne valamit mondani itt a végén.
Igen, hát a Józsi azt hiszem már tudja ezt a dolgot, úgyhogy szeretném nektek is elmondani, hogy korábbi megbeszélés alapján én megkértem a Vignyevicset arra, hogy legyen vendégünk egy műsorban, és ő örömmel elvállalta valamikor az a válogatott meccs után lesz egy olyan hét, amikor két meccs lesz azon a héten, és azon a vasárnap. Tehát úgy tudom, hogy Diósgyőr Újpest meccs lesz egy hétvégén, és azt követő vasárnap áll a rendelkezésünkre a Vignyevics. Úgyhogy majd készüljetek kérdésekkel. Ennek egyébként nagyon örülünk. A meglepő az az, hogy a nagy örömmel vállalta, tehát ez az, ami inkább meglepett így minket, ahogy így mondtad, de... Első szóra. Azt hiszem, hogy ez azért jellemzi a magyar edzők mentalitását is, hiába. Lesz tolmácsunk. Mondják, vannak... megoldjuk, biztos, hogy megoldjuk. Gábor, én, Dávid, bármelyikünk tud fordítani, úgyhogy megoldjuk. Jó, hát akkor ennyi volt ma estére a Semleges Térfél. Mindenkinek mondom, hogy iratkozzatok fel a YouTube csatornákra, itt alul van egy gomb, azt nyomjátok meg mindenféleképpen. Keresetek meg minket a Facebookon, lájkoljátok az oldalunkat. Srácok, nagyon szépen köszönöm, hogy ma este is itt voltatok, és jövő héten szombaton élőben találkoztatok velünk Miskolcon, a Bánka Rakacki emléktornán. További szép estét kívánok mindenkinek, én Bíró Dávid vagyok, a srácok nevében is köszönjük a figyelmet, sziasztok! Sziasztok! Hajrá, Fradi! Sziasztok, én a Rácsok! Sziasztok! Majd. 3 millió! Csak a Loki! Piros, fehér, hajrá, Lirány! Benmaradni, sziasztok!